2019 az útfelújítások éve volt, az előző évhez képest ugyanis mintegy negyedével több út épült vagy újult meg Nyíregyházán. A legkomolyabb útfelújítási program nyárra esett, közel 120 millió forint értékben több mint 25 helyen javítottak az útszakaszokon. Ekkor újult meg például a Vasvári Pál utca és a Rákóczi utca közötti rész, itt új buszoblöket is építettek. Átfogó munkálatok zajlottak a Bethlen Gábor utcán, a Búza utcától a Besenyei térig tartó szakaszon. Új burkolat került továbbá a Legyező és a Dugonics utcákra, valamint a Korányi Frigyes utcára is. Az idei évben tavasszal kezdtük el az útépítési munkákat, és december elején végeztünk az utolsó Füredi utca kiépítésével is. 20 helyszínen tudtunk új aszfaltutat építeni a meglévő földutakból, illetve egy helyen, a Meggyes utcán folytattuk a tavaly már elkezdett útfelújítást, és itt több mint 700 méteren most már a teljes komplett Meggyes utca felújítása elkészült. Ugyanakkor nem csak az autós forgalom számára történtek beruházások, az önkormányzat ugyanis közel 200 millió forintot fordított járdafelújításokra 2019-ben. Legutóbb az Ószőlő utcán történt ilyen jellegű felújítás, az egy több mint 300 méteres szakaszt érintett. Járdák terén 4 helyszínen újítottunk fel idén nagyobb összefüggő járdaszakaszokat. Ez a Cucor-Gergely utca volt, a Simonyi Mihály utca, Nyírszőlősen az Izabella utca, egy közel 800 méteres szakaszát sikerült felújítanunk, illetve a Józsefvárosban az Őszőlő utca 99-107 számú társasházak mögötti területen készült el a komplett rekonstrukciója. A felújítások legfőbb célja az volt, hogy biztonságosabb legyen a közlekedés a városban, így ahol lehetett, szélesítettek a felületen, a város több pontján épültek kerékpárutak, a gyalogosok védelmében pedig a legforgalmasabb helyeken okos zebrákat telepítettek.